Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rokó újonnan megjelent 6. korszakos Mavstart Y jellegű BD kocsiáinak h építési nagyságú modelljeit fogom nektek röviden bemutatni. A másodosztályi kocsik mellett megjelent még egy első osztályú AD kocsi is, én ezt a kocsit egyelőre nem vettem meg, úgyhogy most a videóban elsősorban a másodosztályú kocsikról lesz szó. A MÁSTART 2013-ban kezdte el a főjavított gyűri kocsikon is alkalmazni a modellen megjelenített arculatjavított festési mintát az ablakok feletti szürke sávval, az oldalajtókon túlnyúló csíkkal, valamint a főkeretre helyezett pályaszámmal és sorozatmegjelöléssel. A kocsik a mástart 2030-as középpályaszám csoportú nemzetközi közlekedésre is alkalmas BD kocsijainak vannak feliratozva. Fontos megemlíteni már az elején, hogy ezeknél a járműveknél csak egy átfestésről beszélhetünk, lévén az alapmodell a német magas tetős Bauceni YB70-es kocsiainak felel meg. Ami ugyan jellegét tekintve hasonlít, de több ponton is eltér a Győri Y kocsiktól. Ilyen például az ablakok magassága, az oldalfal és homlokfal találkozása, a forgóvázak, az alvázberendezések, valamint a tetőszelőzők elhelyezkedése és darabszáma. A kocsik a szokásos rokó akrildobozban érkeznek, kiegészítők tekintetében a kapaszkodók, a teljes lépcsők és a fűtési lengőkábelek vannak mellékelve egy pár kendyeles kapcsolótársaságában. A jármű festése a rokónál már megszokott minőségű, szépek a maszkolások, és szerencsére semmi sincs nyomtatva a kocsin. A színek jól eltaláltak, viszont az átjáró ajtóknál sajnos nem stimmel a szín, ezeknek acát szürkének kellene lenniük, pont ugyanúgy, mint az oldalajtóknak. A feliratozása nem lehet panasz, még a legapróbb feliratok is olvashatóak. A kocsik a jelenlegi állapotot modellezik, 2020-as és 21 es revdátummal, a 21-es revdátumú 025-ös pályaszámú kocsin pedig már az új index szám is megtalálható a sorozatjel mellett. A járművek belsője színezett, itt külön kiemelném a szépen megtamponozott fülkehajtó sort, ez kívülről is nagyon jól látszik, és a járművek jelenlegi belső arculatával megegyező színvilágban készült el, sajnos viszont belül nem stimmel az ülések színe, ez az eredeti járműveken már kék színű szövet, a modellen zöld színnel van festve. Illetve a biciklitárolós peron sem került kialakításra, a modellen itt kézmosó és WC található. Futásilag nem lehet panasz a kocsikra, a rokótól már megszokott minőséget kapjuk, könnyen gurulnak, nem szorulnak az ívekben, nem siklanak, biztosan kapcsolnak rövid kapcsoló kinematikával is, tolt üzemben sincs velük probléma. Ezeknek a kocsiknak a felhasználása elég széles körül lehet, hiszen 2013-tól napjainkig be lehet őket sorozni, akár gyors vonatokba, akár hibrid intercitykbe, mint például a békés intercity, de akár nemzetközi vonatokon, illetve személy vonatokon is előfordulhatnak. Vonógépnek elsősorban startos mozda nyílik eléjük, legyen az gigant vagy retro csörgő, de még telefon számos trakciós mozdony is passzolhat ilyen kocsik elé. Összességében szerintem örömteli, hogy ilyen kocsi is megjelent, hiszen eléggé meghatározó ez a típus napjaink vasútján, és a legutóbbi magas tetős Tillig Y kocsik megjelenése óta több mint egy évtized telt el, és a boltokból is már legalább 8-9 éve elfogytak azok a járművek. Azonban sajnos, mivel formailag nem egzaktak ezek a járművek, némi kompromisszum készség is szükséges hozzájuk. Egyelőre úgy látom, továbbra is várnunk kell arra, hogy valamelyik gyártó majd exakt magas tetős Y-kocsit adjon ki egyszer. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!